Végül megkérném a Manna osztályt, hogy fáradjanak el. Kedves légzősök! A 12. évfolyam egy tánccal készült nektek. Fogadjátok szeretettel! Még van ez az 5 hónap, és még nagyon sok minden történhet addig.
Miért is aranyos okos kedves ez az évfolyam? Emlékszem, hogy amikor 2008. szeptemberre első napjában hazajöttünk a golyatáborból, akkor mind a négyen egyetértettünk abban, hogy hát ezek a gyerekek fantasztikusak, aranyosak, kedvesek, édesek, hiszen nagyon sokan még ilyen kis pöttömkék is voltak, aztán persze azóta megnőttek. Mindenki nagyon elégedett volt velük, és amikor két év múlva megérkeztetek ti, akkor rólatok is az volt a hír, hogy nagyon érdeklődőek vagytok, együttműködőek vagytok, hogy érdekel a körülöttetek lévő világ titeket, és hogy nagyon-nagyon jól beilleszkedtetek a másik két osztály közé. És igazából szerintem ez nagyon jól tükrözte az, hogy bár nagyon különböző a három osztály, azt hiszem, hogy a Politechnikum minden egyes eseményét, sokszínűségét, értékeit így mozaikszerűen le lehet veletek fedni, és voltak olyan események, ahol pedig hárman a három osztályból képviselők működtek közre és szerveztek bizonyos fontos eseményeket, ilyen volt például a két gólyatámból az elmúlt két évben. Úgyhogy ezért azt hiszem, hogy egy pedagógiai vezetőnek elfogultnak kell lenni, amikor egy ilyen társaságot ünneplünk, mert hogy ez a ti ünnepetek. Egyébként pedig egy jelzés, sajnos jelzés arra, hogy 5 hónap múlva hát egy nagyon fontos esemény elében nézünk, amit természetesen együtt kell majd nagyon sikeresen lebonyolítanunk, ez lesz az érettségi. De hát jövőre az Arumóban már nem lesz a Dizsavű, a Haribó és a Manna osztály, amely szerintem nagyon sokunknak fog hiányozni. Nem csak az osztályfőnököknek, de a szaktanároknak is. A jelzés nem csak azért fontos, mert most itt minden osztály megmutatja magát, hogy előadtok egy produkciót, hogy kaptok egy szalagot, ami kifejezi azt, hogy ti mostanra a legidősebbek vagytok az iskolában. És természetesen ez nem adható ott semmiféle kiváltságra, hiszen ez nem egyeztethető össze a mi iskolai demokráciánkkal, de tükrözi azt, hogy ti már azok vagytok, akik a legnagyobbak, akik kifelé néznek, kifelé készülődnek, és hát jelent persze egy olyan felelősséget is, hogy nektek kellene egyfajta mintát mutatni a kisebbeknek. Egy olyan polis mintát, amit szerintem ti nagyon jól betöltöttetek. Betöltöttétek mindazt, amit mi a sokszínűségről, a változatosságról, a részvételről, az aktivitásról, a kreativitásról elképzelünk. Így ez az évfolyam, ez maximálisan betöltötte. De hát van még 5 hónap, és igazából én erre az 5 hónapra szeretnék néhány tanácsot adni, és bocsánat, most ez az elfogultságnak a visszás oldala. Tehát az egyik oldala az volt, hogy most dicsértelek titeket, a másik oldala pedig az, hogy most egy picit hát kritikusabb leszek. Az utolsó két hétben az évfolyamot eléggé elfogta ez a szalagavató láz, és hát ebben biztos nagy bűne van annak a igen hosszú őszi szünetnek, ami kilendített titeket abból a hagyományos munkarendből, amelybe beleszoktatok szeptember-október folyamán. De hát azért ez a két hét, és különösen ez az utóbbi hét, ez erről a napról szólt. És ez jó is, mert hogy én azt el tudom fogadni, és mi mindannyian el tudjuk fogadni, hogy vannak helyzetek, amikor fontosabb a fodrász, hogy milyen ruha lesz, hogy milyen cipő lesz, hogy mikor mentek kozmetikushoz, hogy mi történik itt és ott, hogy lehet a ruhabérlést megoldani, elhozni, hazavinni, stb. Ezek tényleg nagyon fontos dolgok. De hát azért csütörtökön nekem az órámon olyan hetedikes feeling érzésem volt, egy kicsit ilyen polis receptre, vegyél X embert, nagyon helyes, kedves, okos emberek, külön-külön, mindegyikkel tök jól el lehet beszélgetni, rakd össze őket egy csoportba, és akkor körülbelül 20-30 perc elteltével, körülbelül 60%-os matematikai eséllyel még a legkipróbáltabb tanár is sikoltó fászt kap és kirohan az órákon. Tehát ez nem szerencsés. És igazából én azt gondolom, hogy ez a jelzés, ez arra is vonatkozik, hogy nektek most elkezdődik egy olyan jövőépítés, amit már eddig is folytattatok, hiszen jelentkeztetek tagozatra, fakultációra, elbeszélgettetek velünk, hogy szeretnétek a pályaválasztás kapcsán jövőre vagy azután. Tehát vannak tervek, de most ezt hozzá kéne rendelni az időket. Mi azért vagyunk,
hogy segítsünk és támogassunk titeket. De ezt akkor tudjuk tenni, hogyha ti ott vagytok, ha jártok iskolába, ha kéritek a mi segítségünket, ha tudunk veletek dolgozni órán. Mi ezt nem tudjuk megcsinálni felettetek, nem is akarjuk, nem is szeretnénk, igazából nélkületek sem. Tehát ehhez maximálisan kellenétek nekünk. Azért lenne jó, hogyha most, persze most lesz az afterparty, és ez most gondolom a legfontosabb szalagavot utáni esemény, ami történik majd az életben, de majd elkezdődik a hétfő, a kedd, meg a szerda, meg a csütörtök, és én azt szeretném kérni tőletek, hogy egy picit gondolkodjatok azon, hogy hogyan lehetne egyfajta olyan okos stratégiát kialakítani, hogy amikor mi április 30-án ugyanebben a körben találkozni fogunk, akkor ne azért legyetek pánikban, hogy mi fog történni hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön és pénteken, amikor az írásbeli érettségik lesznek, hanem legyetek egyfajta nyugodt, olyan kiegyensúlyozottsággal, hogy lezárult valami, izgalmas dolgok következnek, de ettől egyáltalán nem kell félni. A mai estére pedig azt szeretném nektek kívánni, hogy tehát bizonyára többen izgulnak azon, hogy tökéletes lesz a műsor, nem lesz-e egy-egy rossz tánclépés, szépek lesznek-e a fotók a szalagtűzés közben, ezek természetes dolgok. De hogy emellett ne felejtsetek el most, nagyon boldognak lenni. Mert hogy most mindenki rátok tekint, bennetek gyönyörködik, és mi, akik itt ilyen nagy számban itt vagyunk, azért vagyunk itt, hogy nektek ez az ünnep feledhetetlen legyen. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek! Elérkezett a szalagtűzés ideje. Felhívjuk a kedves. Az osztályfőnököknek az ügyvezető koordinátor tűzi fel a szalagot. Megkérem Barta Gézát, hogy tűzze fel Bonc Bergadett és Fábián Péter szalagját.
csokoláttal jövünk volna. Szigeti Borbál. Jáki Dániel. Jónás Anikó Rebeka.
Szabolcs. Máté Mihály Kristóf. Thank you.